A Vértes Agórájában csütörtökönként este 8:30-kor várják a mozi rajongókat. A filmeket úgy válogatták ki, hogy mindenki elégedett legyen. Azt gondoltuk, hogy a filmművészet a film által nyújtott kikapcsolódás kell, hogy helyet kapjon az Agóra kínálatában is, a Vértes Agórája házán belül. Úgyhogy ez azt gondolom én, hogy egyértelmű volt, hogy próbáljuk meg megjeleníteni a filmművészetet, a filmvetítéseket valahogy meghonosítani ebben az intézményben, ebben a kulturális központban. De ez a volt, ami elsősorban inspirált bennünket. Nyilván voltak itt részemről személyes indítékok, hiszen itt a Kertvárosi Művelődés Otthonban, ahol még most is mozizunk egy picit itt, hát sokáig foglalkoztam, és foglalkoztunk a filmekkel, a filmvetítésekkel. Az a célunk, hogy megpróbáljunk egy nem feltétlenül mondjuk pláza környezetben vetítő technikával kikapcsolódást nyújtani az erre érdeklődőknek, és hát próbáljunk egy kicsit más jellegű milliót teremteni ehhez. És próbáljunk meg olyan filmeket, olyan filmalkotásokat, produkciókat eljuttatni az emberekhez, amelyek talán nem kaptak elég visszhangot, nem kaptak elég fókuszt mondjuk a mainstream kínálat mellett. A program házigazdája is elégedett az első előadás fogadtatásával. Hál' Istennek nagyon jó a visszhang, nagyon sokan voltak, meglepő módon, és veszítettem is a fogadást az egyik kollégával, aki azt mondta, hogy többen lesznek, mint amennyien, én meg azt mondtam, hogy nem, úgyhogy most jövök neki egy táblacsokival, de én minden héten egy táblacsokit szívesen feláldozok erre, és azt gondolom én, hogy tényleg az első vetítés, az első adás az kimondottan sikeresnek volt mondható, ez egy jó indulás volt. A következő vetítés csütörtökön lesz. A csütörtökön egy szintén európai filmet vetítünk, francia, olasz, spanyol, luxemburgi, a több nemzet által koprodukcióban készült film, a Csak a szerelem számít címmel. Talán a hölgyeknek vonzó lehet, hogy Pierce Brosnan játszolban a főszerepet, vagy a férfi főszerepet. Ez egy romantikus történet, úgyhogy ajánljuk mindenkinek, aki a nyár estéken ebben a kánikulában egy kis romantikára vágyik, megfelelő, kellő, hangulatos környezetben, és talán egy picikét nem a hagyományos hollywoodi happy endet remélhetjük ettől a filmtől, erre várjuk legközelebb a közönséget. Az előadásokra belépőjegyet nem kell váltani egy pályázatnak köszönhetően.